Molnár Emese vagyok, 2008-ban végeztem szociológia szakon. Én jelenleg az Európai Roma Kortárs Művészeti és Kulturális Intézetnek dolgozom, aminek a székhelye Berlinben van, ez a European Roma Institute for Arts and Culture, vagyis az ERIAC, és hát azon belül is a negyedik roma pavilont, roma kiállítást koordinálom a Velencei Képzőművészeti Biennáléra, ami jövő tavasszal április végén lesz majd. Hosszú volt az út, de amit én nagyon szeretek a szociológiában, az az, hogy át lehet evezni mondjuk inkább gazdasági vagy politikai témák felé, és hát az én esetemben ez a választás az utóbbi 10 évben úgy alakult, hogy főleg a művészetek felé irányított, és a szociológus diplomámmal jelentkeztem egy mesterképzésre Buenos Airesbe, Argentinába, és ott tanultam tovább művészetszociológiát, és végeztem el egy kurátori képzést. Én azt gondolom, hogy mindenképp egy olyan szemüveget kölcsönöz aztán a világ nézethez, a világ értelmezéshez, ami egyrészt nagyon sokrétűvé varázsolja az érdeklődésünket, a személyiséget is, másrészt viszont több helyre is nyújt elhelyezkedési lehetőséget, mert olyan különböző kombinációkat lehet felépíteni, amik úgy gondolom, hogy hasznosak akár egy kisebb szervezetbe, de nagyobb multinacionális vállalatoknál is.